Sziasztok! Még mindig vigyorgok, persze. Annak ellenére, hogy az utolsó pár napban elképesztően sokat dolgoztam. A hétvégén ugye asztronomológus képzés volt, az azért egy 16 órás elég kemény menet, de egy elképesztően helyes csoport van, nagyon sokan vannak, hál' Istennek. De nagyon érdeklődők, és nagyon-nagyon aranyosak, és tényleg, amikor tanítok, akkor töltenek gyakorlatilag, tehát tényleg elképesztően helyesek. És ami külön köszönök, az az, hogy az előző videóm, ami én úgy éreztem, hogy már megint úgy bepörgök, és akkor sokkal gyorsabban beszélek, és nagyon sok mindent akarok mindig elmondani, és ilyenkor nem érzem igazából jónak, és közben mégis ti azt írtátok, hogy tetszett, hogy örültetek neki, hogy értettétek, úgyhogy nagyon hálás vagyok, tényleg. És az az igazság, hogy most nagyon sok minden kavarok bennem. Gondoltam, hogy csinálok egy ilyen választási visszatekintőt, de nem csinálok. Egyszerűen azért nem csinálok, mert az, amiről ma fogok beszélni, a Skorpió, tehát a Bikateli holdról, ami ugye Skorpió nap, Bika hold, az azért izgalmas, mert pont az Uránuszon van. És ugye minden asztrológiai eseménynek bepontosodási ideje van, és általában előtte hat. Tehát az új holdak is, a teli holdak is, azért rakom ki pár nappal korábban, de Isten igazából az egyik asztrológiai elv szerint az új hold bepontosodása előtti 2 hétben, tehát tulajdonképpen a teli hold után már hat az új hold. Én azt tudtam mondani, én nem rakom ezt patika mérlegre, hanem sokkal inkább azt mondom, hogy persze az egyik energia minta megy át a másikba, és igazából ez pont olyan, mint bármilyen hatás, amikor az egyik bepontosodik, akkor nagyon erős, és aztán utána távolodik, ahogy múlik egyszer csak az, ami bepontosodik, átveszi a szerepet, tehát így kell nézni ezeket a dolgokat. Tehát rögtön ránézünk a Bika teli holdra, és meg fogjátok látni, hogy tökéletesen leírja azt, ami történt, tökéletesen. És ami az érdekes, az az, hogy 4 nap múlva, ugye 15-én van a teli hold, és 19-én éjjel, este, amikor, ha jól emlékszem, akkor 9:30-kor, valahogy most azt is rakom össze, az egy jó hosszú cucc lesz, tehát ott nagyon kielemzem a téridőt, hiszen 20 évre a Plutó belép az a végleg a vízöntőbe, tehát tulajdonképpen a Plutót mostanáig a Szaturnusz uralta, és majd mostantól kezdve pedig az Uránusz fogja uralni. És ennek a bevezetője, tehát ennek az első lépcsőfoka a teli hold, a mostani Bika teli holdunk. Sokáig gondolkoztam, hogy milyen címet adjak, mert megint ilyen jó kis bombasztikus címeket akarok adni, ugyanis az is nagyon érdekes, hogyha egyszerűen ennyit mondok, hogy Bika teli hold, senki nem nézik meg, a lőtéri kutyát sem érdekli, de ha mit tudom, én megpróbálok ilyen nagyon mindenféle figyelemfelkeltő kattintásvadász címet adni, akkor érdekes módon sokkal többen megnézik. Gondolom a laikusok, nyilván a veteránok, akiket tanítok, vagy akik már itt vannak több éve a csatornán, azokat nem, de azt ti nem tudhatjátok, de ugye mindig lehet látni, utána van egy ilyen nagyon érdekes felmérés, tehát lehet azt nézni real time is, és visszanézni is lehet, hogy ki mennyi ideig volt ott, hány percig nézte, melyik része volt a videónak az, amikor mindenki szinte figyelt, mikor hagyják ott a videót, hányan iratkoznak föl és le a csatornára. Ez is egy nagyon érdekes hullám, tehát abszolút lehet látni, hogy a legtöbb embert, akit érdekel az asztrológia, ő se tudja nyilvánvalóan a politikai vagy az egyéb nézeteit ebből ki elvonatkoztat, és hogyha nem azt hallja, ami neki tetszik, akkor leiratkozik a csatornáról, nincs ezzel semmi baj. Tehát én azt gondolom, hogy ez így teljesen oké. Okay. Ha valaki elkezd megint odavakkantgatni hülyeségeket vagy szemétkedéseket a videó alá, azt tiltom. Tehát ez ennyire egyszerű, tehát az nincs benne a fizetésemben, hogy elviseljem azt, hogyha valaki kötekedik velem. És folyamatosan vannak kötekedők, tehát egyszerűen buták, iszonyan buták. Tehát nekem, én mindig azon gondolkodom, hogy lehet valaki egyszerre buta és gonosz, lesz erről egy töprengésem, a butaság és gonoszság variációja, mert hogyha valaki csak és kizárólag buta, hát Istenem így járt. A gonoszsággal nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy amikor valaki velejéig gonosz, és ezt a gonoszságot önti rá a másikra, nekem ez nagyon fura. Tehát én is ártottam már életemben embereknek, akkor, hogyha végtelekedtek, így felmérgesítettek, felpiszkáltak, de lárpurlár, vadidegent megtámadni mi a halálfarkának. Tehát ez egy olyan szintű negatív baromság,
Nem is értem. Na mindegy, na nézzünk rá erre a gyönyörű bika teliholdra, ugyanis, ahogy látjátok, az Uránuszon van, tehát együtt áll a hold az Uránusztal, és kedves kezdő tanfolyamosok, nézzétek meg, ez egy duplán, sőt, ugye mindenki, aki most tanul és kezdő, ez egy duplán befontosodó konjunkció, hiszen a hold előre megy, az Uránusz hátrál, tehát itt egész egyszerűen arról van szó, hogy 2 órán belül ezek abszolút tűpontosan egymáson vannak. Így viszont ugye nem csak konjunkcióról van szó, hanem illuminációról is. Itt a nap az nem csak a holdat világítja be teljes egészében egy teli hold alkalmával, hanem ebben az esetben az Uránuszt is telibe kapja, és teljes egészében megvilágítja. Mit is? A káoszt, az anarchiát az egyik oldalon, és a robbanásszerű változásokat és a megújulást a másik oldalon. És konkrétan tényleg ezen gondolkoztam, hogy robbanásszerű változások, avagy káosz, avagy változás és megújulás, mert ez van a palettán, és nem, hát nem igazán lehet tudni, hogy végül mi lesz. Iszonyatosan süket csend van Amerikában. Nagyon érdekes. Tehát akkora pofont kaptak a demokraták, hogy egyszerűen nem osudnak belőle fel. Minden egyes közvéleményi kutató hazudott. Drágáim, kérlek szépen, próbáljatok ebből következtetni, jó? A közvéleményi kutatók azok nem közvéleményt kutatnak, hanem befolyásolnak. Ugyanez történik itt Magyarországon is. Egyébként a bookmakereknek az árfolyamát volt érdemes végignézni, ezt minden barátnőmnek, minden ismerősömnek mondtam, akik mondták, hogy ugye a vérmérsékletől és politikai hovatartozástól függően, ja Istenem, be fog jönni a Trump, rettenetes, borzasztó, vagy ha, hajrá, hajrá, Trump, úgy néz ki, hogy megy, vagy jaj, mi lesz, ha nem nyer, és mondom, gyerekek, semmi gond, ne hát közvéleménykutatókat nézzétek, hanem nézzétek meg, hogy a bookmakerek mit ajánlanak az egyik, meg a másiknak a nyerésén is. Volt olyan időszak, hogy 8-szoros árat fizettek volna azért, hogyha Kamala Harris nyert, tehát abszolút nem bíztak a nyerésében. Ez az egyik. A másik, ami nagyon érdekes, és ezt gondolkoztam, hogy bemutatom, és aztán mondom, nem akarom, hogy ez egy ilyen politikai manifesztó legyen, de rengeteg ilyen térkép kering a neten, és meg tudjátok azt nézni, hogy hol milyen voter ID-t kérnek. Kérnek egyáltalán, tehát vannak olyan, ahol strict voter ID-t kérnek, méghozzá fényképes igazolványt, ott mind Trump nyert, mindegyik helyen Trump nyert. A billegő körzetekben mindegyik helyen Trump nyert. Ahol nem kérnek voter ID-t, ott a Kamala Harris nyert. Tehát látszik, hogy ugye ez most a COVID alatt lazították fel még a múltkori szavazáskor. Ó, hát nem kell, hogy igazold magad, persze, gyere, szavazzál, aha, és akkor Biden nem is tudom, valami 10 millióval több, tehát sokkal többen szavaztak, mint amennyien szoktak szavazni, ez is egy kiugró dolog, tehát hogyha megnézitek, van egy ilyen oldal, hogy vissza lehet nézni, az Amerikai Egyesült Államok összes választását, ott vannak az adatok, és gyönyörűen lehet látni, hogy a Bidenre leadott szavazatok azok 10 millióval több, mint a szokásos, normális szavazat mennyiség. Tehát ez valami őrületes csalás volt, 6 napig számolták, nem beszélve erről. Most nem tudták megcsinálni, mert mondom, ott ültek a Trump által és Elon Musk által felbérelt ügyvédek, és felügyelték az egészet, és így nem tudtak szegény demokraták csalni. Ez nekünk tök jó. Na nézzük meg a képletet, miután azt ígértem, hogy nem fogok erről beszélni, most 10 perc erről beszélek, gratulálok, nem baj. Ugye lehet látni, hogy a Vesta leszálló holdcsomó már távolodik, ezt még egyszer bekarikáztam, aztán olyan nagyon már nem lesz ott, még pár napig igen, de aztán nem. A Juno, tehát ez a, bocsánat, elmondom, fókuszálj arra, amit tudsz, fókuszálj arra, amit behoztál magaddal az előző inkarnációkból. A Juno-Asztria konjunkció, ez a szövetségkötések beli hatalmas nagy karmatörés és sorsváltoztatás, hú, de igazodnak már, ide, oda, amoda, mit tudom én, akkor ja, ilyen csúnyát mondtam a Trumpra, nem baj, majd akkor most mégis csak nekünk Amerika, nagyon fontos szövetségesünk, tehát vicce, annyira vicces, tehát tényleg vicces nézni az egészet, ezt lehet látni. Pallas Athéné, Lilith, ugye a két erős nő, Lilith a lázadás, az igazságtalanság ellen, Pallas Athéné pedig a bölcsesség, illetve bepontosodik egy gyönyörű, és az gyönyörűen kifejezi ennek az Uránusz hold együttársnak, ugye Bika teli hold az Uránusz minőségét, Hügelja, Eris együttállás. Eris a drasztikusan megváltozó külső körülmények kentaurja, szétesik a világunk, Hügelja pedig azt mondja, hogy tegyünk már rendet, teremtsünk rendet. Tehát éppen ezért írtam azt, hogy változás és megújulás, mert emiatt a
az állás miatt gondolom azt, hogy ez egy megújulás, illetve hát az lesz, amit gondolunk. Persze, hogyha ha káoszt akarunk, akkor káosz lesz. Programozott káoszt próbálnak velünk megcsináltatni, levezényelni a körülöttünk lévő háttérben húzódó hatalmak, de ez szerintem nem fog sikerülni nekem, ez a véleményem, sokkal inkább a változtatás. Készülök ezerrel, egyrészt ezerrel a Plutó videóra, azt beígértem nektek, és tényleg hát ez egy nagyon jelentőségteljes dolog lesz, illetve ugye 25-én tartjuk az előrejelzés Luca napot az 5-10-ben. Lassan teltházunk van, mondanám nektek, még egy pár jegy van, tehát hogyha valakit még érdekel, akkor még az utolsó jegyeket el tudjátok csípni, és hogyha valaki nem tud rá eljönni, én most megígérem nektek, hogy az előrejelzést, azt a videót én ingyen fel fogom rakni valamikor karácsony és új év között, általában a 26-a, 27-e környékén szoktam, és hogyha, hát attól függ persze, hogy fiú, aki ezt mindig vágja ezeket a videókat, mennyire fog ráérni, de Isten bizony még január 1-e előtt kirakom, és természetesen az messze nem, ez egy 1 órás vagy 45 perces előadás lesz, messze nem lesz a teljes év feldolgozva, a fontosabb dolgokról fogok beszélni, és majd menet közben természetesen rengeteg mindenről szokás szerint fogom készíteni a videókat. Tehát nem igazán maradsz le róla, legfeljebb az nem történik meg, hogy élőben lássál bennünket. Na, van egy nagyon érdekes komplex fényszőkép halmazunk, ahol rengeteg minden bepontosodik, így nagyjából a jegyeknek látjátok olyan a 20. és 25. foka körül, ugye maga a teli hold az 24-25 fokon pontosodik be, és akkor meg lehet ezt nézni, hogy mi történik itt. Először is van egy kvindecille nyílónk. Ugye a kvindecille a 165 fok, a kényszeresség, rögeszme és ambíció fényszöge. Ha ez a két, ha ez a, tehát ez a fényszög megduplázódik, és kialakul egy nyíl, amit összeköt ugye egy 30 fok, egy személy szextil, akkor ez a legkeskenyebb a nyilak közül, az úgynevezett sors nyilai közül, és ez a legfeszítőbb, legdurvább, ugye duplán is ott van először is a kényszeresség, rögeszme, ambíció, és a 30 fok, ez egy picit feloldja, egy picit hát lehetőségekkel telíti a dolgot. Itt az apex az IC, nagyon érdekesen, tehát ide áramlik az energia, és a két szára pedig egyrészt az Eris hügelje, tehát ez a rend és káosz, teremtsünk már rendet ebben a káoszban, és a másik pedig a Hold Uranus, ez a robbanásszerű változások, a változtató energia, ugye a lélek szintű változtatás, ami visszanyúlik a gyökerekbe. Tehát ez a legszebb az egészben, hogy ez a kvindecille nyíl most nem a jövőre vonatkozik, és nem a jövőt piszkálja, hanem azt mondja, hogy tanulj már valamit meg a gyökereidből. Nagyon érdekes beszélgetésem volt pont ma egy nagyon kedves ügyfelem, egy nálam egy kicsit idősebb hölgy, aki rengeteget dolgozik saját magán, és ott volt már nem is tudom valamelyik rendezvényünkön, és utána kérte, hogy nézzük meg a képletét. És egy elképesztően értelmes, okos valakiről van szó, aki ráadásul szeret tanulni is, és még a mai napig is tanul, és úgy egy három gyerekes mama, akinek az egyik fia az abszolút egy, hogy is fogalmazott, hogy neki nem fontosak a magyar gyökerei, ő nem érdekli a magyarsága, ő kozmopolita. És teljesen kétségben van esve miatt a gyerek miatt, mivel mondtam neki, hogy abszolút nem kell kétségbe essen, a gyerek az gyerek, a gyerek az felnő, a gyerek az majd választ magának, és hogyha megszívja, akkor meg más fog választani. Nem tudjuk őket befolyásolni, ha kérdeznek bennünket, akkor válaszolhatunk, de semmi értelme velük beszélgetni, ha ők nem nyitottak erre. És mondtam neki, hogy ez az egyetlen kép, amit el szoktak tőlem is fogadni, amikor azt mondom, hogy oké, tehát te fogod magad és megszakítod a gyökereidet, semmi baj, mutasd nekem egyetlen fát vagy bokrot a természetben, amely képes gyökerek nélkül létezni. És nem tudsz, természetesen, tehát még a vízinövényeknek is ott vannak a gyökerei, tehát ez pontosan azt fejezi ki, hogy a káoszban rendet akarsz teremteni, egy ilyen lelki transformációt akarsz végrehajtani? Oké, nyúj vissza a gyökereidbe. Nyúj vissza oda, ahonnan gyakorlatilag jöttünk, és akkor fogod tudni végrehajtani ezt a változtatást. Tehát ez az egyik. Aztán van ugye egy oldott opozíció, ugye a nap hold, Uránusz, ugye ezt az opozíciót a szerez oldja, a gondoskodó elv és a család. És megint az otthon, a haza,
A magban, ugye a leghagyományosabb jegyben, ugye a kőszikla jegyében, pont ez ad nekünk a támpontot és oldást. Van egy kitmozdony, megint csak a nappal, a szerezzel, és az Eris hügelja. Tehát itt lehet látni, ugye ez tulajdonképpen egy kardinális kismozdony, ugye a kismozdonyoknál nincs trigon, csak szextil, tehát pontosan erről van szó, hogy ezt ennek a rendrakásnak a levezélését úgy tudjuk megtenni, ha odafigyelünk tudatosan nap, és megint csak a családra, az otthonra, a hazára támaszkodunk. Aztán van egy egészen picike angyalszárnyunk, ugye ez a legkisebb a konfigurációk közül, ami nap, szerez és Pallas Athénée Lilith egy konjunkcióból áll. Ennek az angyalszárnyak az apexe a Pallas Athénée Lilith, tehát a lázadás okos, az okos lázadás konjunkciója. És akkor még van egy dobogónk is, tehát itt láthatjátok a dobogót. Ugye a dobogó az tulajdonképpen olyan, mint egy trapéz, de az oldalai mindig 30 fokból állnak, szemiszextilből, tehát a leglaposabb a trapézok közül, és ezért nem egy trapéz színpad, hanem csak dobogó, amire én fellépek, és el tudom mondani azt, amit el akarok mondani. Ennek a belseje két kvinkunk, és a teteje pedig egy trigon. A Pallas Athénée Lilith vet egy trigont az Eris hügeljához, tehát ez az okos lázadás, vagy bölcs lázadás, ez pont a kaotikus dolgok rendbe tételéhez ad nekünk egy lehetőséget, egyfajta fellépést, ugye a dobogó tetejére tudunk fellépni. Nézzük tovább, hogy rengeteg minden van itt még. Ugye kimondottan sok transzcendens égi test pontosodik be. A napon Artemis, Antigone és az Agéna nevezetű álló csillag, ami a kentaurnak a bétája. Hát Artemis ugye az erdők és vadászat istennője, Apolló ikertestvére a holdistennő, Antigone az okos lázadás, ami hát nem is tudom, hogy inkább tehát a hübrisz, ugye, tehát ez egy antihübrisz hősnő tulajdonképpen, amikor mérlegre kerülnek az emberi és az isteni törvények. Tehát mérlegre kerülnek azok a törvények, amiket az emberek hoznak. És azok, amik univerzális, isteni, természeti törvények, mindig az utóbbi nyer. És Antigonénak a története pont erről szól, aki azt mondja, hogy eltemeti a fivéreit, még akkor is, hogyha a király ezt megtiltja, mert hogy azok egymás ellen lázadtak, mert az halottat el kell temetni. És az életével fizet érte, de mégiscsak az isteni törvényt testesíti meg, teljesíti be, ez van most a napon, és az Agéna, a kentaur bétája, ami a karmikus sebeknek az egyik gyógyuló helye, méghozzá, ahol a legmélyebb sebesüléseket tudjuk átforgatni képességekké. A holdon ott van Lempó, emlékeztek rá, ez a finneknek a teremtő istene, akit aztán a keresztény időkben démonizálnak, és a Lempó mostában nagyon-nagyon gyakran felbukkan, ez a kentaur, ugyanis tényleg arról van szó, hogy amikor változnak az idők, tehát amikor új korszak jön, akkor gyakorlatilag az történik, hogy az előző bálványok azok ledöntetnek, és általában ezeket démonizálják a következő időszakban. Az angol pedig ugye még mindig a Perseus bétája, ez egy női beavató iskola. Az ícén, a budapesti képlet ícén ott van Imhotep, a polihisztor, és Elátusz, egy munkán és íráson alapuló önérzetet szimbolizáló kentaur. Ez általában ugye minden kentaur sebeket jelez, az Elátusz akkor prominens, amikor valaki nagyon-nagyon büszke önmagára, nagyon sokat tesz azért, hogy a munkája vagy az írásai azok magas színvonalak legyenek, és hogyha ezt nem becsülik, akkor keletkezik a karmikus seb, ez az Elátusz. A szerezen, tehát a gondoskodó elven, ott van Abundancia, a bőség istennője, Elektra, ugye a proxy háborús kodó, és az arrokot, ami szintén egy kentaur, ez a titoknak a fellebbentése. Tehát ez ugye azt jelenti a szó, hogy felhős ég volt, és amikor valamit homály fed, hát nézzetek körbe, azért megint csak innen üzenem Ábrahám Robinak, biztos nem néz engem, ő egy nagyon vallásos fiú, hogy az, amit csinál, minden tiszteletem az övé, mert egy olyan darásfészekbe nyúlt, ami az elmúlt 30 évnek a legnagyobb botránya, és ha ezt fel tudja göngyölíteni, és végre a magyar rendőrség az a helyzet magaslatára kerül, és hajlandó foglalkozni ezzel, akkor végre nagyon sok gyereket lehet megmenteni. Pedofiliára nincs mentség. Ezt értsétek meg. És az a fajta szerencsemozdatás, ami megpróbálja
összemosatni a pedofiliát a homoszexualitással, és megvádolni őt például azzal, hogy akkor a homoszexualitások ellen úszít, nem, csak a pedofilok ellen. Arra pedig nincs mentség. Ott egyetlen dolog jön közbe, a szívlapát, vagy ahogy a barátnőmmel meg szoktuk beszélni, hogy ilyenkor hoznánk vissza a halálbüntetést. Bocs, nekem fontosak a gyerekek, úgyhogy nem vagyok pacifista ebben a témában. Na, ez tehát a rakott, ugye, a szerez, a gondoskodó, ebben a család szimbóluma, az a rakott pedig, ami fellebenti a fájtlat a titokról. Palasztaténi Liliten, ott van Asklépius, a gyógyulás isten, Szeléné a holdistennő, az any, megint az anyasság egyik szimbóluma, Sekmet, vagy Szekmet, az egyiptomiaknak az oroszlán istennője, ugye a perzselő, és Húja, a fekete mágia egyik kentaúrja, tehát a mágia, fekete mágia kentaúrja. És az Eris Hügelján pedig ott van Amenhotep, ugye egy egyiptomi fáraó dinasztia. Ezek tehát ennek a nagyon komplex fényszögképnek a transzcendens égi testei. Van egy érdekesség a budapesti képletben, az MC-nek a felezőpont szerkezetei. Hogyha megnézed az MC felezőpontjait, van indirekt is, azt most nem raktam ide, akkor az egyik felezőpont egészen pontosan a hold, az Uranuszt is odarakhattam volna, ez egy picit tág már, és az én ízlésemnek igazából ez, tehát az Uranusz pont lecsúszik, mert másfél fokig fogadom el. Ugye, ha megnézitek ezt a képletet, akkor itt lehet nagyon jól látni, talán itt lehet látni, hogy ez körülbelül pont másfél fok a hold és az Uranusz között, tehát a felezőpontban úgy Isten igazából nincsen benne, tehát ezt innen le is szedtem. És az MC, ugye, mint jövő, hivatás, életcél, karrier témakör, tehát itt a jövőre akarunk ránézni, és ahogy mondtam, ez a képlet abszolút bevezeti a Plutónak a jegyváltását. És ahogy nézzétek meg, tehát az történik itt, hogy egy 30 fok van, ugye ezt láttuk már az előbb is, hiszen ez egy hindecsile nyíl. Ilyen esetben, amikor hiába alkotnak felezőket, és ugye a felezőpont az mindig azt jelenti, hogy valami kifejeződik a két bolygó, vagy ugye a több bolygó által, és itt az MC fejeződik ki, ugye a rendrakás a káoszban, és ugye a hold, a teli hold által, de ilyenkor nem vizsgáljuk ezt felezőpontként, hiszen ott van az alakzat. Tehát ha fényszög vagy alakzat jön létre, akkor nem a felezőpont érdekel bennünket. Ezt muszáj volt idehozom, mert nem sokára felezőpontokat tanítok. Viszont a Neptunusz és a Jupiter között csak 82 fok van, tehát ezt nem tudjuk felhasználni fényszögként, nem is kapcsolódik ez a fényszögképhez, és éppen ezért ez le tudja írni a felezőt. A Neptunusz ugye az a transzcendencia bolygója, a Jupiter a nagy szerencse, expanzió, optimizmus, nem mellesleg mind a kettőthöz köthetünk hitet, a Jupiter inkább az önmagunkban és a jövőbe vetett hit, míg a Neptunusz az mindenfajta hitrendszer és vallás. Tehát ez egy nagyon erőteljes hit, hogy jó lesz a jövő, hogy a jövő, a mi jövőnk, nekünk, magyaroknak ez a jövő, ez valamilyen szempontból biztos, hogy az álmaik megvalósulását hozza. És akkor van még azért egy-két dolog, hogyha megnézitek, akkor nagyjából olyan 4-5 fokokon van egy karmikus minimozdonyunk. Ugye a mozdonyok, azok mindig háromféle dologból állnak össze. Itt az az érdekesség, hogy a trigonhoz két karma fényszög, a szemiszektér és a kvinkunx kapcsolódik, és így jön létre ez a minimozdony. De ha egy picit tágítom az orbiszt, és beleveszem a holcsomópontokat is, akkor egy komplex, kicsit tág, de komplex fényszögkép rajzolódik ki. Itt most rögtön rátettem nektek az aszteroidákat, elemezzük ezt végig, jó? A Vénusz-Mars-Kvinkunsz, tehát a Vénusz és a Mars közötti monodirekciós egyirányú kvinkunsz, az bizony egy kvinkunsz. Itt a feminin és a maszkulin erőknek a karmikus mizériái jelennek meg, tehát az, hogy most akkor férfi vagyok, vagy nő, mekkora szerepe van a nőknek, innen is puszíltatom azokat a feministákat, akik nem tesznek semmit annak érdekében, a PC jegyében, és ugye hát az LMBTQ azt őrizni kell, és vigyázni kell rájuk, és igen, a jogok, és a nagyon, nagyon fontosak a jogok, és emiatt tönkre teszik, hazavágják gyakorlatilag a női sportot. Mert középszer, mondhatnám, középszar férfi sportolók bepofátlankodnak a nők közé, és szarra verik őket. Na, menjetek a francba. Tehát tényleg az ember eszemben áll. És ez a Mars, Vénusz ebben a szituációban pontosan ezt szimbolizálja. Ugye, és ami oldódik, amit tud oldani, ez a Vénusz transzplutó trigon, aminek az az érdekessége, hogy a hagyományos asztrológiában Vénusz uralja
a mérleget, a transzcendentális karma asztrológiában pedig a transzplutó uralja a mérleget, a dimenzióugrás az áthidalás szimbóluma. Tehát itt tulajdonképpen ami oldja ezt a feszültséget, az áthidalás, a dimenzióugrás. És rengeteg aszteroidánk is, tehát egy kentaurunk is van. A Neit, az egyiptomiak világteremtő istennője, az Ixion pedig az erőszaktevő, az első dokumentált pszichopata. A Marson ott van Asteropé és Róma, tehát Asteropé tulajdonképpen az Istár szimbólumból kinőtt istennő, egyébként egy múzsa is, egyébként egy nimfa is, tehát nagyon sokszor egy név az többször is szerepel, például a görögöknél, és Róma pedig, hát Róma, ugye a hatalom központja, tehát itt a Mars az oroszlánban eleve a hatalom jegyében van, a hatalom központja az egyik, ugye, az egyik nagy birodalmi központ, és hát igen, ha végignézel azon, hogy mi történik most, nagyon sokan mondják ezt, hogy olyan, mintha Róma végnapjait élnénk, és itt a birodalom valóban hatalmasat veszített azzal. Most pont a legutolsó hír az az, hogy mégiscsak csinálnának egy pár hónapra legalább kamarából elnököt, méghozzá ugye jutalmul, méghozzá úgy, hogy lemondatnak Biden, mondjon le, mondjon le, mondjon le, és akkor, ha lemond, akkor Kamala átveszi erre a 2 hónapra az uralkodást. Nagyon kíváncsi, hogy megcsinálják-e. Ez természetesen Kamalának az egyik tanácsadója tanácsolta. A transzporton rengeteg minden van. Nike, a győzelem eufóriájának istennője, Tiszifóne, zárójel következik, bocsánat, a Nike-nál akartam elmondani, hogy van ez a mondás, hogy mindig csak abból lehet amerikai elnök, akit a Wall Street támogat. Hát ezek szerint Trumpot támogatta a Wall Street. Tiszifóne a bosszú istennője, ajaj, Zószer ugye a birodalom építő és piramis építő fáraó, Témis, aki ugye a Hórák édesanyja, aki az isteni törvények felügyelete. Nagyon érdekes, ő ugye egy titánnő, és amikor a görög mitoszok között azt olvasod, hogy titán vagy titánnő, az mindig a Zeus előtti istenek, a Zeus előtti hatalommal rendelkező istenségeknek a szimbóluma. Tehát ő is egy ilyen leáldozott isten, és hát Hektor, meg tudjuk, ugye, hogy a hadvezér, ugye a trójai háborúnak a hőse, az idősebbi királyfia, tehát a trójai királyfia, akit aztán ugye Achilleus megöl. És hogyha kicsit tágítjuk a dolgot, és beiktatjuk az aholcsomókat, amelynek egyébként semmiféle transzendent és égítése most éppen nincsen, akkor azt látod, hogy kialakul egy viszonylag pontos kardinális T-kvadrát, mivel a holcsomópontokhoz megy, ezt hívjuk karma ketresznek, tehát ez egy minősített eset. Tehát itt a Vénusz, a harmónia, szépség, erotika, nőiesség, pénz, szerelem bolygója tud egy olyan feszültséget kelteni bennünk, amikor is meggondolhatjuk azt, hogy most akkor a múltra gondolunk, a múltra koncentrálunk, a múlt tudását vesszük elő, vagy még mindig van pár hetünk, hogy megtanuljunk az önvédelmet, megtanuljunk harcolni magunkért, megtanuljunk kiállni magunkért, ami igazán fontos a számunkra. Ez szimbolizálja ez a T-kvadrát. És akkor itt is kialakul egy angyalszárny, aminek ugye az apexér ott van, transzplutó, a dimenziógrás, aztán van ugye egy oldott oppozíciónk, az Mars oldja a holcsomópontoknak a feszültségét, stb. Tehát mondom, lehet bogarászni, hogy milyen alakzatok pontosodnak be. És van egy nagyon érdekes íjász alakzatunk, ezt Sáfár Emese nevezte el, ő a névadó, ugyanis a következő a helyzet, amikor van egy kvindecsíle, egy kvinkunx, 150 fok, tehát 165 fok, 150 fok, azt egy 45 fok képes alakzattá formálni, itt pontosan ezt láthatod. Tehát az íjász, ugye a kvindecsinének az ambíciója, rögeszméje, a kvinkunxnak a karmikus elköteleződése, és a 45 foknak a behívó kvadrátja, tehát az a kis feszültség, amikor megfeszíted az íjat, ha túlfeszíted, akkor elpattan amit húzol, nem tudom, tényleg utána fogok nézni, és ha akkor ugye nagyon túlhúzod, akkor elpattan, pontosan annyira kell túlhúzni, vagy meghúzni, hogy kellő erővel és energiával repüljön ki az a bizonyos íj. És ez az íjászon múlik, az íjásznak az ügyességén, a koncentrációján és a célzó képességén, hogy vajon az íja, az a nyíl, amit az íjával ugye felajz, az vajon hova repül el. Van aztán egy nagyon érdekes legyező formátumunk is,
Jupiter, Vénusz, Transzplutó és Mars, tehát itt láthatod, tehát mikor nyitja az ember a leegyező tulajdonképpen, ha a Chiron és a Vénusz között lenne valami, ajde jó, hogy elcsúszik, akkor egy teljes leegyező lenne, de így is az, amikor bontjuk ki a leegyezőt. És van egy Charlie háromszögünk, ami azért Charlie háromszög, mert igazából ilyennek nem kéne létrejönnie, csak pont egy picit, mikor csúsznak az orbiszok, akkor jönnek ilyenek létre, hiszen három teljesen más fényszög családba tartozó fényszög mégiscsak összekapcsolódik, és ez mindig jelentőségteljes, amikor saját magatokat bogaráztátok, vagy nagyon-nagyon fontos dolgot kutattok, és ugye ez most egy nagyon fontos teli, hogy akkor érdemes ennyire mélyen is megnézni a dolgokat, hiszen itt egyszer van egy 45 fok, az egy ugye a szemikvadrát, az egy enyhe feszültség, ez a Jupiter és a Mars között, van egy Chiron Jupiter sextil, termékeny együttműködés, a karmikus sebek és a nagy szerencse, expanzió, optimizmus bolygója között. Ezt a kombinációt hívjuk úgy, hogy az a karmikus sebek aranyra váltásának a képessége. És van egy biszeptil, ide írtam nektek egyébként az orbisztokat, tehát lehet látni, hogy a 60 fok majdnem 3 fokkal kevesebb, a 45 fok is nagyjából kicsit több, mint fél fokkal kevesebb, és a biszeptil, ami 102 fok, 54 perc kéne, hogy legyen, ugye ez a szeptil, az a körnek az egy heted része, 51 fok, 27 ívperc, azt megkettőződöd, akkor nagyjából 103 fokot kapsz, és gyakorlatilag ez éppen, hogy belefér, tehát az orbisz határon éppen, hogy imbolyog, de ezért tud összekapaszkodni a három dolog. A biszeptil, ugye, az pedig a miszticizmus megkettőződve. A szeptil az mindig a miszticizmus, és ez egy dupla, sokkal jobban működő miszticizmus. Ennek a háromszögnek az alkotó elemei a Mars, a Jupiter és a Chiron. Nagyon érdekes, mert a Mars és a Jupiter a bajnok, a Chiron Jupiter az a karmikus sebek aranyra váltása, és a Mars Chiron az pedig az akarattal, erőszakkal összefüggő karmikus sebek. Nem mellesleg ez az oroszlán Mars, ezt a Chiront, a Kos Chiron uralja is. Tehát egy nagyon izgalmas háromszög jön létre, azt hiszem ennyi volt. Tehát ezeket találtam nektek most erre a teli holdra. És valóban azzal majd, hogy a Plutó 4 nap múlva belép a vízöntőbe. Egyfolytában hülyeségeket mondtam nektek, mert mindig azt mondtam, hogy 20-a. De nem, nem 20-a, ez még 19-e. Nem tudom, miért maradt meg belem a 20-a. Valószínűleg valamilyen amerikai videót vagy leírást néztem, és ott Amerikában valóban 20-án pontosodik be, de ugye az 6 órával később van, és ott 20-án hajnalban, nekünk pedig 20, még 19-én este. De ez a teli hold bevezeti a változást. És hogy káosz lett-e, anarchia és robbanás, vagy pedig egy nyugodtabb építkező szakasz, amikor lebomlik az a fajta hegemónia, ami az elmúlt 30 évben meg akarta határozni nem csak gazdaságilag, hanem ideológiailag is a világnak a működését, és az egy teljes mértékben eszement, agyatlan, ostoba, buta teóriákat akarta torkunkon lenyomni, teljesen természetellenes, természettel szemben lévő dolgokat, az most szépen meg fog szűnni. A szépen meg fog szűnni, nem fogja feladni könnyen és egyszerűen, valószínűleg, tehát, de éppen elég baja lesz, és hát majd meglátjuk, tehát azért most fölnőtt az elmúlt 20 évben, és megerősödött az, amit úgy hívunk, hogy globális dél. Kína abszolút megerősödött, aminek én nem nagyon örülök, de ez az én magán véleményem. És igen, hogyha fel kéne tenni, tehát lehet, hogy úgy tűnök néha, hogy Amerika ellenes vagyok, egyáltalán nem vagyok az, egyáltalán nem. Sajnálom azt, hogy mi lett Amerikából végtelenül, mert tényleg egy fantasztikus ország volt mindenféle szempontból, és tényleg elcseszték, tehát egy pöcegödröt csináltak belőle. Nagyon érdekes, mert amikor Kézi Andi barátnőmmel beszélgetek, és akkor mindig mondom, hogy úristen, mi van ott, akkor mindig mondom, hogy nem, hát ott tök jó minden, te hülye vagy, és összekevered Los Angeles, hogy hívják, a San Francisco, San Francisco az gyönyörű. Persze, mert az annyira drága, mert meg ugye Palo Alto, meg ez a Szilícium völgy, hát az a világ legdrágább vidéke, mert a legnagyobb agyak dolgoznak ott. Na, hogy vigyáznak, hogy azt ne szarják el. De például Los Angeles az egy katasztrófa lett. És tulajdonképpen nem teljesen mindegy. Hát, ha megnézed New York utcáit, vagy megnézed Los Angeles utcáit, azt látod, hogy borzalom az egész, mert engedik, mert ez a politikáik, nem tudok mást mondani,
És előbb-utóbb sajnos, hogyha valami, ugye tudjuk nagyon jó, hogy egy kosárban egy alma rohad, akkor az egész kosáralma el fog rohadni. Tehát fel lehet ideig óráig falakkal tartani különböző működési elveket, de igazából, hogyha ha megnövekszik a nyomás, akkor nem. Tehát én azt gondolom, de ezt majd a Plutó filmnél elmondom, hogy mit gondolok, úgyhogy nem is ragozom tovább, megint nem is tudom, hogy hát beszélek, mindegy. Remélem, hogy most nem hadartam olyan borzasztóan. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy megnézted. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornára, meg küldjél nekem szívszarokat. Most már nagyon tudjátok, nagyon érdekes látni ezt egyébként, hogy minél, tényleg minél több az interakció, annál inkább előbbre sorolja a Google, bármint ugye ez az algoritmus. Úgyhogy érdekes időket élünk, és remélem, hogy találkozom veled a 25-én a Luca napon, a Katalinra eső Luca napon, és megnézzük a jövő évet. Érdekes lesz a jövő év, ezt el tudom mondani előre is. Köszönöm, szia!